Húsvétkor számos népi hiedelemmel találkozhatunk, amik közül egyeseknek érdekes eredete van. Hogyan került a nyúl a holdra? Tényleg szerencsét hoz a nyúl lába? Mi köze van a nyúlnak a tojáshoz? Ezekre a kérdésekre kaphattak választ azok, akik szombaton a Sóstól látogatóközpontban jártak, ugyanis egy húsvéti túrára invitálták a kicsiket és nagyokat. A vezetett séta során az érdeklődők megcsodálhatták a Sóstó élővilágát, érdekességeket hallhattak az ott élő állatokról, de természetesen a túra főszereplője a húsvéti nyuszi volt. A mai nap során most kicsit így a húsvét, illetve a nyúlhoz kapcsolódó hiedelemvilágot járjuk majd körbe. Lesz szó azért a termékenység ünnepéről, hogyan kapcsolódik ez most így össze a húsvéttal, illetve lesz szó azért a nem szeretem állatokról is, úgyhogy kicsit bővebben fogjuk érinteni az állatokkal kapcsolatos babonát, illetve mítoszokat is. A húsvéti túrát sokan választották programul a hosszú hétvégére. Az egészen kicsiktől az idősebbekig minden korosztály kiélvezte a szombati jó időt, sőt a négylábúak társasága sem maradt el. A Halász család például kutyájukkal érkezett a húsvéti nyuszi rejtélyeinek felfedezésére. Mi itt lakunk a város szíve mellett nem messze, és mi rengeteget járunk ide a Sóstóra sétálni, és amikor a látogatóközpontnak ilyen programja van, akkor szeretünk rajta részt venni. A Sóstó látogatóközpont programjai ezzel nem álltak meg. Húsvét vasárnap kosárkészítéssel és tojáskereséssel várták a gyerekeket.